Sziasztok srácok! Ma egy ilyen picit zajosabb videónk lesz, ugyanis most a videónak a nagy részét országúton fogom tölteni. Így lenne a legszélcsöndesebb, nem? Már gondolkozok egyébként egy ilyen vagy plexi kiegészítőn, ami ugye picit megmagasítja, vagy ha jól tudom, lehet kapni egy 15 cm-rel nagyobb plexit a gyárihoz képest. Na majd valamelyik lesz a kettőből, illetve ma felkerült ez a jó kis telefontartós dolog a gyári konzolra. Már nagyon szerettem volna egyet, mert hát bármikor jól jöhet, például hogyha útvonalat kell nézni, vagy bármi ilyesmi. Úgyhogy most nagyrészt ezt is teszteljük, hogy a magyar utakat hogy fogja bírni, csak a tok, hogy egyáltalán leesik-e vagy nem. Ó, de imádom én a traktorokat. Illetve elmenjünk Földeák felé, kicsit nézelődünk, túrázunk, élvezzük ezt a gyönyörű szeles napsütéses időt. Addig mesélek nektek pár dolgot, ugyanis történtek érdekes dolgok velem az elmúlt hetekben és hónapokban. Kezdjük a legelején, munkával megyünk hazafelé. Ó, a guruló fotel. Munkával megyünk hazafelé, a zebra közepén vagyok már, és hát egy autó, amit természetesen egy hölgy vezetett, kb. Fél méterre satúzik be tőlem, úgyhogy a zebra közepén vagyok már. Majd zavarodottan néz, hogy hogy kerültem oda. Egyébként a főúti zebrán mentem át, a Táncsics kereszteződésnél, illetve ott az Arany János felé. Nem tudom, aki orvosházi biztos ismeri azt a kereszteződést, mert az egy katasztrófa. És az nekem szemben lévő mellékútról fordult ki a hölgy, nem tudom, hogy nem vett észre. Ez van, úgyhogy, ja, de megúsztam szerencsére. Szóval, ja, ne legyetek gyalogosak, inkább motorozzatok, az kevésbé veszélyes. A másik szuper élményem az, azt hiszem, múlt héten történt. Haverokkal tartottunk, azt hiszem, Tóth Komlósra. Ott voltunk a nagy lámpás kereszteződés, ahol a Penninél van. Ugye a jobbra kanyarodó sávon álltunk. A legelől lévő autó az úgy lerohadt a sávunkban. Én mondtam a többieknek, hogy figyeljetek, soroljunk előre, aztán haladunk legalább. Még előttünk állt kettő autó ezen kívül. Mindkettő balra indexelt, hogy majd kikerül, ide álltak egy helyben. Elindultam előre. A második úriember úgy döntött, hogy kivágja arra a kormányt, és majdnem nekem jön. Aztán elkezd engem anyázni, meg szídni, hogy köcsög motoros, nem ismered a kressz, meg hogy mit csinálsz, hova sietsz. Hát én telibe röhögtem konkrétan. Nem tudom, hogy az autósok nem ismerik ezt a szabályt a kresszben, vagy hogy mi a fene van, de állósornál a motoros előre mehet. Ez így le van írva a kresszben. Nekünk szabad előre menni, elférünk a sorok mellett. Persze a legtöbb köcsög az valahogy így közlekedik, hogy nehogy elférje, vagy Angliában érzi magát, ötletem sincs. Meg ez is, hogy direkt rám húzza a kormányt, mert úgy látta, hogy megyek, meg hát eddig meg sem mozdult, miért pont akkor húzná ki balra. Egyébként ez a szituáció nekem úgy jött le, hogy először azt hittem, hogy azért anyázik, vagy szitkozódik, hogy biztos nem látott, én meg ugye elindultam, és azt hitte, hogy kimentem elé, vagy valami, aztán majdnem nekem jött, de ugye a haverok mondták, hogy nem ez volt a szitu, hanem ugye direkt rámúzta a kormányt, hogy köcsög, ne siess már előre. Egyébként nem szoktam előre sorolni, de ez volt az első alkalom talán. Itt valahogy vidéken kevésbé nézik el, Budapesten szerintem amúgy mindenki előre szokott menni, aki motorral vagy robogóval van, de ott talán jobban el is fogadják. Nem tudom, írjátok le kommentben, hogy nektek milyen élményeitek voltak már így, hogy előre mentetek a sorban. Hát érdekesek az emberek, nem tudom, miért zavart annyira a fickót. Mindegy, kár ezen a témán most úgy lovagolni, ez van. Megesik. Megint egy traktor. Türelmetlen vagyok. Egyébként nézegettem gumikat, ugyanis úgy írják, hogy ezek a gyári gumik elég gyorsan elkopnak, meg kockásodnak, meg minden szar történik velük. Az a baj, most nem tudom, hogy melyik helyen kell erre mennem. Vagy itt, vagy egyel arrébb. De mindjárt kiderül. Szóval a gumikra visszatérve, nézegettem már újabb gumikat, mert valószínűleg a következő 6000 szerviznél már cserések lesznek. Na mi a fene van, ki vagyok száradva? És meg nem mondom fejből, melyik gumit néztem, majd kiírom ide a videóra. Ha jól tudom, 30% offroad,
tehát terepbumi és 70% közúti, de azt írják, hogy nagyon jól tapad, csak hangos. Na most nekem ez az, hogy hangos a gumi, ez egy új dolog. Szóval nekem ez új dolog volt, hogy hangos a gumi, megkérdeztem Vattást, hiszen ő az egyetlen egy szerintem, aki így ismerősök közül terepre járkál, meg a gumikban otthon van viszonylag. És azt mondta, hogy ez valami olyasmit jelent, hogy picit így, mint a rezonálna a kormány, meg búg a motor, ami így el tudom képzelni, hogy milyen. Gondolom, mint a picit defektes lennél, és úgy mennél, bár annyira csak nem idegesítő, majd kiderül. Ennek mondjuk annyira nincsenek nagy bordái, tehát azért csak nem egy 100% offroad gumi, tehát gondolom elviselhető ez a kisebb búgás. Cserébe viszont magabiztosabban érezni magam a terepen, mert konkrétan ezek a gyári gumék, hát így ránézésre nem mondom azt, hogy kivugatnak a földútra, meg a murvás utakra. És ha bár ugye elmondtam nektek, hogy ez a motor nem fixen egy ilyen utakra tervezett motor, de azért láttak én is képeket, meg Instagramon is valaki küldött nekem képet. CB500X-el igen is tolják ezen a hegyi utakon, durva folyómedrekben, mindenhol, ráadásul bukórács nélkül. Tehát ez a durva, még sérülésre látom a motorjukon, de van, aki így használja. Hát ja, gondolom azért sok mindenem múlik az, hogy milyen tudás áll mögötted, illetve ugye, hogy milyen gumival mész. Szóval egy gumicsere mindenképp terben van jövőre, illetve ugye a bukórácsokat is tervezem feltenni, abból a szervizes csávó a Heppo & Deckert javasolta, ami úgy tudom, hogy egy német márka és nagyon jó. Legalábbis a Jivit ő sem javasolt, illetve egy feliratkozom sem, mert az olyan, mint a műanyag, vagy olyan, mint ez a kézvédő, ami, amint látjátok, annyit véd, hogy a bogarak nem mennek neki a kesztyűmnek, és kb. Ennyi. Na bazd meg. Mi meg jó, hogy nem itt álltunk félre. Nem ide jövök, nem kell beszarni. Csak félre átsorgunk, hogy földeák az végül is merre van, mert szerintem már elhagytuk szépen. Menj már vissza! Igen, egyébként a szemben lévő út nem lenne a kedvencem, bár annyira nem tűnik vészesnek, csak itt az elején az a mély gödör. Az úgy, meg a sárral együtt az úgy nem csábít annyira. Fel fogok robbanni az idegtől. Mondd meg nekem, hogy hol a picsába vagyok. Na, elérjük. Elbazd meg. Jaj, már kicsit túlmentem.